140 évvel ezelőtt, 1879. július 2-án megszületett Tisza Csécsén a 20. századi realista próza irodalom legismertebb alakja, Móricz Zsigmond. A nyomorúságos körülményeket is megélt író önkéntes haditudósítóként is dolgozott a világháború idején, ezért kicsit politikusnak is vallják őt. A regényeiben őszintén és nyíltan fogalmazta meg nem csak a változás iránti igényeit. Az egész nemzetünk számára ő jelenti ezt az igazság kimondásának a szilárdságát, illetőleg azt az igazságot, amit mi magunk egyáltalán az Európai Unióban ma megjelenítünk, és nyilván azt, amihez ragaszkodunk, az identitásunkat, amiben nem szeretnénk, ha feloldódnánk. Ez nyilván hozzátartozik a keresztény gyökereinknek a megőrzése, nyelvünk, kultúránk és hagyományaink ápolása. Egy ilyen megemlékezés nem csak arról szól, hogy felidézzük Móricz Zsigmond munkásságát, fontos háttérgondolata is van. Leginkább a magyarság egyesítéséről szól, hiszen itt vagyunk Szatmárban, és a határok most ketté vágják Szatmárt, és most itt vannak a határ túloldaláról is a magyarok, és mi is itt vagyunk, és Tiszacsécse az a helyszín, amely lehetőséget ad nekünk, hogy Móriczon keresztül újra egyesítsük a magyarságot. A minden magyar által elismert és kedvelt író nem csak a Magyarországon élő magyarok számára meghatározó személy. Egyetemes kultúrkincsről van szó, tehát itt nem csak a határon innen és a határon túlélő magyarok számára jelentett olvasmányélményt Móricznak az epikája, hanem szerintem bárhol a világon, ahol magyarok élnek. És hát, ha a fordítások számát nézem, abban is bízom, hogy talán idegen ajkúak számára is jelent, hiszen Móricz képes volt arra, hogy a helyben tapasztaltakat, a falusi létben lévő tragédiákat, de akár a polgári vagy a zsentővilágban észlelt jelenségeket is egyetemes szinten tudta megjeleníteni. Mindegy, hogy a Szamos és a Tisza közti részt melyik oldalán vagyunk, vagy az északi vagy a déli oldalán, az irodalom nagyjai összekötnek bennünket. Ma történetesen Móricz Zsigmondra emlékezünk, de ha Szatmáról csak a legismertebb nagy irodalmi nagyjainkat megemlítem, akkor beszélhetünk Adiról, beszélhetünk Kölcseiről, beszélhetünk Kafka Margitról. Ezer olyan szállal kötődik a magyar irodalom szatmári vidékekhez. A megemlékezésen az irodalom nagyjai és leszármazottjai mellett politikusok is részt vettek. Ez jó alkalom arra, hogy megbeszéljék azokat a fejlesztéseket, amelyek tovább erősíthetik az emlékezést. Így újulhatott meg Adi szülőháza, vagy jöhetett létre a Kölcsei Központ Sződemeteren, a romániai Szatmár megyében.